Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Nagy Imre újratemetését Sopron-Bánfalvi szüleim házában láttam az ORF-en. Egy prózai okból a magyar televízió adása nem nagyon jött be a Nándor magaslat miatt az antennával, és az akkori reakciók hát igenis érdekeltek, mint olyan soproni Poncichter polgárt, akinek német anyanyelve révén ez kissé könnyű volt információt szerezni, hogy hogy éli meg a szomszédos Ausztria azt a fantasztikus időszakot, és ezen a beszédén Orbán Viktornak jó magam is egy új korszak hajnalát éltem meg. Ezért is szörnyű számomra azt megélni, hogy az elmúlt 12 évben, azaz akkor az én ízlésemhez képest szélsőségesen liberális politikus, aki aztán soros ösztöndíjjal Oxfordban tanult, mivé tette hazánkat. Azért az elmúlt 12 évben azt végigélni, ahogy az önök egypárti túlhatalma folyamatosan megszállja a magyar államhatalmat, és most eljutottunk az államhatalom szívéhez, a titkosszolgálathoz is, ez egy nagyon-nagyon lesújtó élmény, el kell, hogy mondjam önöknek, kedves képviselőtársaim. És ráadásul akkoriban mindahányan jólétet és szabadságot kívántunk hazánk minden polgárának, mert mi a néppárti Jobbikban mindenkit a nemzet részének tekintünk, még azokat is, akik az önök nevető kollégái kitagadnak a nemzet részéből. Mi mindig a nemzet egységét és a nemzet boldogulását tartjuk szem előtt, és ezért elborzasztó azt a félfeudális függést látni a kisebb településeken, amelyet az önök helytartói kialakítottak. Jólét és szabadság helyett önök alávetettségbe taszították a magyar polgárok egy jelentős részét, és a jólét helyett pedig szegénységre ítélték őket, hiszen az Európai Uniós átlagokhoz képest a magyar polgárok több mint 75%-a szegénységben él az Európai Uniós mércék szerint. Én tudom, hogy természetesen önöknek ebben a 12 éves ciklusban az első 10 évben nagyon nagy szerencsék volt abban, hogy egy fantasztikus felívülő pénzbőségben létező ciklusban néha juttattak valamit a magyar polgároknak, de most már mindenki érzi a pénztárcáján az elszabadult inflációt és azt a gazdasági káoszt is, amit Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank fideszes elnöke is már a 2008-as nagyvilágválsághoz hasonlított. Ikerdeficittel rohanunk egy nagyon komoly gazdasági krízis felé, és önök semmilyen reakciót erre nem tesznek. Ráadásul a választások közelettével, ahogy képviselőtársam is megfogalmazták, minden trükköt bevetnek. De azért, amikor a nemzetközi jelentéstevők itt vannak hazánkban, például az ENSZ jelentéstevője Irene Kahn asszony, akkor Pap Dániel bírósági ítélettel elítélt hírhamisítója a közmédiának vezetőként, azt merészeli mondani, hogy ők a BBC alapelvei szerint, ezek szerint a BBC-nél ellenzéki politikus nem megy be a közmédiába, mint nálunk, ugye, folyik a közmédia, az azért még az önök szájából is meglehetősen hát a világtól elrugaszkodott kijelentés. Ráadásul aztán jelentéstevő asszony azonnal fel is hívta az EBSZ figyelmét arra, hogy nagyon komolyan, nagy ittóval nézzék meg a jövő áprilisi parlamenti szavazást hazánkban, hiszen már 2018-ban is megállapította az EBSZ, hogy szabadnak ugyan nagyrészt még tekinthetőek voltak, de már akkor önök bevetették a titkosszolgáltat a Jobbik politikusaival szemben, ugye jól emlékszünk Terry Blackre, ugye jól emlékszik, na csak képviselőtársam a keresztény Terry Blackre, ugye jól emlékszik, meg Szájer Rózsefre, ugye? És most nevessen, és egyébként pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy az EBSZ-nek januárban Lukács László képviselőtársam meghívására lesz, mint vizsgálódnia is, az önök vokstulizmus lehetővé tévő törvényjavaslata szerint alapján. És akkor zárjuk azzal, hogy igen, Kövér házelnök úr kijelentése, én végigolvastam nagyon pontosan, mert én empirikus nyelvészként szövegből szoktam dolgozni az ön beszédét, házelnök úr, rendkívül aggályosnak, és veszélykeltőnek tartom ezt a beszédet, már csak azért is, mert jövőre fel fog állni az a nemzeti egységkormány, amelyben a teljes politikai paletta benne van. Tehát az ön ottani beszéde, amely szerint az egyik oldalon van a Fidesz,
és a másik oldalon pedig valami nemzetvesztő koalíció, az sérti a magyar polgárok többségét a mi véleményünk szerint, de jövőre feláll az a nemzeti egységkormány, aki viszont minden magyar érdekében fog kiállni, és én bízok a titkosszolgálat vezetőinek bölcsességében. Ők tudják, hogy mit követel meg a haza. Köszönöm szépen!